A hétvégén gyertyagyújtással emlékeztek a megkínzott állatokra. Minden hétre jut egy brutális történet, mégsem sarjáznak a súlyos büntetések. Tornóczki Anita a vendégünk. És már itt is van velem az állatvédőrség vezetője, Tornóczki Anita. Kezes csókolom, jó estét kívánok. Jó estét. Ugye kollégák vagyunk, ha megengeded, igen, akkor tegeződünk. A stúdióban tegeződünk. Miért nem? Ez a kérdés a rövid bejátszó után. Hiszen én, amit fölírtam magamnak, és egyszerűen végig mondani is borzasztó. Macskanyúzás, villamoson lerugdosott kutya, fociztak a gólyával, purhabbal fújták tele a bárány száját. Ez valami egészen elképesztő. Igen, tehát azt először is tisztába kell tenni, hogy nem feltétlenül több ezeknek az eseteknek a száma. Talán egy picit több az, ahol kifejezetten az agresszió levezetése és az állat hosszantartó szenvedése a cél, mert egyszerűen egyre több a feszültség az emberekben, de ez még ebben sem vagyok biztos. Ezért teszik, hogy minél jobban szenvedjen, és ezt valaki élvezi? Igen, igen. Ugye nagyon sok olyan frusztrált ember van, aki az élete egyéb területein sehol nem gyakorolhat semmilyen hatalmat, semmilyen felsőbbrendűségi érzés soha nem érinti meg, és amikor egy kiszolgáltatott élőlény felett ilyen jellegű teljes jogú uralmat gyakorolhat, és gyakorlatilag azt tehet vele, amit akar, akkor kvázi istent játszik, akkor ez nagyon el tudja vinni, és sajnos egyre inkább a fiatalkorú elkövetőket. Tehát jól értem azt, hogy akinek mondjuk rejtett vagy nem rejtett agressziója van, és mondjuk már az sem elég, hogy a WC-ajtót szétrúgja, mert annyira ingerült, az ezt követően akár egy kis macskán éli ki a beteg hajlamait? Igen, ugye nagyon érdekes szerintem párhuzamot vonni, mert én folyamatosan mindenhol elmondom, hogy ugye az állatbántalmazás és az állatkínzás az egy társadalmi kórkép. Tehát alapvetően nagyon érdekes megnézni azt, hogy Magyarországon hány család érintett családon belül erőszakba, és nagyjából ugyanazok a családok biztosan érintettek lesznek állatbántalmazásban, mert a apu veri anyut, anyu a gyereket, vagy apu a gyereket is, és aztán a gyerek végül a macskán, vagy a kutyán, vagy a bárányon, vagy a gólyán, teljesen mindegy, vezeti le, mert mindenki a gyengébbet bántja. Nektek van valamiféle felmérésetek arról, hogy hogyan állunk mi a... Hát most nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, hogy a világ állatkínzójnak térképén? Tehát biztos, hogy egy borzasztó megjelenés így, de például, hogy a régióban, horvátokhoz, románokhoz, szlovákokhoz képest, vagy ha megnézzük Angliát, Franciaországot, Egyesült Államokat, mi nagyon rossz állattartók vagyunk? Alapvetően Magyarországon a társállatok száma a környékbeli országokhoz képest kiemelkedően magas. Tehát a lakossághoz képest, csak hogy értsék a nézők, nagyjából 4 millió háztartásban van társállat, ami egy bődületes szám. Tehát gyakorlatilag majdnem minden háztartásban van kutya, macska, vadászgörény, hörcsög, akármi. Ugye nagyon sok helyen van haszonállat is, tehát nagyon-nagyon sok a Magyarországon tartott állatok száma, nagyon sok gazdátlan állat van, akinek a megkínzása gyakorlatilag idézőjelben senkinek nem fáj, tehát össze lehet fogdosni az utcáról és azt csinálni vele, amit akarunk. Van nektek arra statisztikátok, hogy hány ember került börtönbe azért, mert állatot kínzott? A kúriának van erre vonatkozóan egy kimutatása. Azt hiszem, hogy amióta börtönbüntetéssel sújtható, ilyen 30 és 40 között van. Nagyon sok a felfüggesztett, nagyon sok a pénzbüntetés, és ami miatt nagyon nehéz bármilyen statisztikát csinálni, hogy a rendőrség azért sem hoz sem alosztályt, sem osztályt létre állatkínzásért, mert azt mondják, hogy nagyon kevés az ügyszám. És azért nagyon kevés az ügyszám, mert egészen az elmúlt 2-3 évig nem nagyon tettek bejelentést az emberek, az állatvédő szervezetek nem voltak ennyire aktívak, és nagyon sok ügy elhal bizonyíthatóság hiányában, mert félnek tanúvallomást tenni, félnek bármilyen bizonyítékot bemutatni a szomszédok, falubeliek, így aztán a mi kezünk, illetve a rendőrség keze is meg van kötve. Ugyanakkor a mobiltelefonokat ma már felszereli kamerával, azt láttam, hogy például
poénból fölvettek valamit, az aztán elterjedt a neten, majd a tévék is bemutatták, tehát végül is ilyetén módon, nem tudom, hogy többé a szám, de hogy többről értesülünk, az biztos. Igen, többről értesülünk, ezt kezdtem el az elején mondani, hogy szerintem a média sokkal több fókuszt tesz ezekre az esetekre, és ezáltal sokkal több eset jut el a lakossághoz, de azt gondolom, hogy sajnos ez mindig ilyen nagy számban volt. Az, hogy lapáttal agyonütötték a kismacskát, az így volt 50 évvel ezelőtt is, csak akkor mobiltelefonnal nem vette fel a fiatalember, és aztán nem rakta fel a közösségi oldalra. Igazából itt ebbe az a durva, hogy még az sem érzi, hogy ezt nem kéne feltenni, sem azért nem, mert ő állatkínzást követel éppen, és ennek a bizonyítékát ő maga szolgáltatja, sem pedig azért, mert a jó érzésű embereket, és adott esetben a gyerekeket, akik elérik ezt a felvételt, nagyon rosszul érintheti. Mondd, a mi törvénykezésünk jó-e, csak nem tartjuk be, vagy rossz-e, és onnantól fogva gyakorlatilag mindegy? Vannak hiányosságok, illetve jogharmonizációs hézagok, de azt gondolom, hogyha a jogalkalmazás jobban működne, illetve felmérnék jobban a bírók azt, hogy igenis ezeknek a bűncselekményeknek van társadalmi veszélye. Ugye említetted a macskanyúzást. Én azt gondolom, fiatalkorúak az elkövetők, tehát nagy valószínűséggel szinte semmit nem fognak kapni. Azt gondolom, hogyha ők ezt kvázi büntetlenül elkövethették, akkor semmi nem lesz, hogy megállítsa őket, hogy a legközelebbi erőszakos bűncselekményüket mondjuk egy emberrel szemben kövessék el, hiszen semmilyen szankció nem éri őket, vagy minimális. A saját honlapotokról, az Állatvédőrség honlapjáról idézek, azt írjátok a címlapotokon, hogy aki kutyát kínoz, emberre készül. Igen, ez Csányi Vilmos professzor mondata. Azt gondolom, hogy ez összefoglalja azt, amit mondtam, hogy igenis van társadalmi veszélyessége ezeknek a cselekményeknek, és ezek az elkövetők, ezek nem biztos, hogy megállnak az állatoknál, hogyha időben nem szankcionálják őket, vagy nem emelik ki abból a környezetből, mondjuk a fiatalkorúakról beszélünk. Mondd, mi az az állatkínzás? Tehát állatkínzás az, hogyha én tudatosan kárt akarok okozni egy kis állatban. Gondatlanságból nem lehet állatkínzást elkövetni. Vagy hogyha rosszul táplálom, mert láttam olyan lovak, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem tudom. A BTK szerint ugye a maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás okozására alkalmas bánásmód. Tehát nem kell, hogy megvalósuljon, tehát nem eredménybűncselekmény az állatkínzás, nem kell, hogy megvalósuljon a maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás, elég, ha az a cselekmény alkalmas lett volna arra. Tehát tulajdonképpen itt nagyon tág a fogalom, viszont nagyon pici a mesdje a gondatlan tartás és az állatkínzás között. Ha egy hétig nem etetnek egy állatot, az még nem olyan sovány, ki fog menni a hatósági állatorvos, azt fogja mondani, hogy gondatlan tartás, ha még egy hétig nem etetik, akkor már meghal, az már nyilván állatkínzás. Tehát nagyon-nagyon vékony jég. Látsz pozitív jeleket? Olyan pozitív jeleket, hogy változunk? Hogy jobban változunk? Hogy előre haladunk? Hogy jobban tartunk állatot? Hogy kevesebb az eset? Nem kevesebb az eset, viszont azt gondolom, hogy az átlag állattartó egyre inkább odafigyel, és aki nem érintett ezekben az aberált viselkedés formákban, azok azért megpróbálnak odafigyelni. Egyre több pedagógus próbál az óvodába, iskolába, középiskolába behozni felelős állattartás programot. Mi is csináltunk ehhez egy segédanyagot mindenféle korosztály számára. Folyamatosan próbáljuk a hatóságokat is segíteni. Most a jegyzőknek is elérhetővé tettünk egy olyan honlapot, ami segíti az ő munkájukat a mi szemszögünkből. Tehát azt gondolom, hogy az állatvédő szervezetek mindent megtesznek, és egyébként a gyerekek is nagyon nyitottak, és szerintem ebben van a kulcs, hogy a jövő generációja már jól tartson állatot. Zárjuk ezt a beszélgetést egy kis reklámmal. Az állatvédőrség.hu honlapon azt látom, hogy van egy kérdés, hogy egyetérte ön az állatvédőrség tevékenységével. Az emberek 98,7%, az nem egy reprezentatív felmérés, azt mondja, hogy igen, hát remélem, hogy sok minden változik, mert hogy fontos dolog volt az, amiről beszéltünk, fontos dolgokat említettél. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Most pedig következik a híradó Holló Mártával. Ennyi volt mára az Egyenes Beszéd.